Sziasztok, ez itt a Szövetség a Honfoglaló Arénában. Én Gundel Takács Gábor vagyok, szerepem szerint a Sötét Nagyúr, és már is belehelyezkedem a sötétségbe, bár én vagyok történetesen kékben, és a két játékos a szövetségesek feketében, Tünde és Patrik. A Sötét Nagyúr szerepében Gundel Takács Gábor, Patrik és Tünde jöttek el megküzdeni ellene. Nézzük, hogy ment nekik. Ki lesz az igazi Sötét Nagyúr, az majd elválik. Nem könnyű Sötét Nagyúrnak lenni, mert nagyon kiszolgáltatott az ember annak, hogy ti okosak vagytok. Ugye, és jól játszatok együtt. Na, több minden összeköt benneteket, például a zene, ugye? Patrikot sokan ismerhetitek, hiszen az X-faktorban döntőben jutottál, amihez szívből gratulálunk, egy fantasztikus teljesítmény. Tehát a zene az alap az életedben, ugye? Igen. És például ugye azért is választottam Tündit, mert ő az egyik kollégám, és egyben nagyon-nagyon jó barátom. De is. Hol kolléga? A bankban. Mert hogy te bankban dolgozol, és akkor Tündi is bankban dolgozik. Igen. De ezek szerint szereted a zenét? Igen. Most is járok énekkarban, egy kamarakórusban énekelek is. És te nem indulsz az X-faktorban? Nem. Azt meghagyom az ifjú nemzedéknek. Ami szintén összeköt benneteket, és egy csodálatos hír a Sötét Nagyúrnak, hogy valami jó hír is legyen, hogy nem nagyon szoktatok ilyen kvízeket játszani, ugye? Igen. Nem nagyon. Hát akkor most lehet, hogy kiderül, hogy az is nagyon nem. Az is egy fő csapás az életetekben. Igen, kipróbáljuk. Lehet. Hát akkor játszunk, jó? Játszunk. Jöjjön a birodalom foglalás. Na, már is átváltozott a kis térképünk, szürkévé, és hát ez most a három birodalom, ami kialakult a viharsarokkal, a kalóz öböllel és a fenyvezugalmit fővárosokkal, az, ami már fekete, az egészen biztos, hogy a Sötét Nagyúré lesz, és azt, hogy milyen sorrendben lehet területeket választani, azt egy kis játékkal fogjuk eldönteni. Megkérem Patrikot, hogy húzzon egy kártyát. Mondjuk öt. Mondjuk, az csodálatos színválasztás. Tündét meg megkérem, hogy húzzon ezek közül egyet. Jó, és akkor megkérem Patrikot, hogy ezt adja vissza. Igen, és megkérem Tündét, hogy szintén adja vissza. A négyes számú kérdést fogom föltenni a hatból, erről a kártyáról, amit Patrik húzott. A kérdés így van. Hol végezték ki Dózsa Györgyöt 1514-ben? A. Csáktornya, B. Temesvár, C. Losonc, avagy D. Lőcse. Na, melyiket válasszuk, Tündi? Csáktornya, Temesvár, Losonc, vagy Lőcse. Csáktornyát válasszuk. Mit szólsz? Nem muszáj ugyanazt választani, csak akkor választhatok ugyanazt, hogyha biztosak vagytok benne. Temesvárat választom. Jó. Tünde Temesvár. Te ragaszkodsz, hogy Csáktornya. Esetleg Lőcse? Nem. Csáktornya. Csáktornya? Biztos, hogy Csáktornya? Biztos. Esetleg Losonc? Biztos, hogy Csáktornya. Egyre biztosabb vagy? Igen. Hát igen, ha valamire rá akar beszélni a Sötét Nagyúr, akkor az biztos nem. De nem biztos, mert lehet, hogy rafinált vagy. Rafinált vagy, igen. Mert a jó válasz az Tündénél van. Ugye? Temesvár a helyes válasz. Én csak az egyik rosszról a másikra próbáltalak rá beszélni. Tudtam. Mit tudtál? Temesvár. Igen. Csak tetteltelek. Ja, értem. Jól van. Remekül sikerült a teszt. Nagyszerű. Jó. Tehát Tünde jól válaszolt, Patrik nem válaszolt jól. Ez azt jelenti, hogy Tünde választhat először egy birodalmat. Ezt viszont megbeszélhetitek, hogy legyen a taktika, hogy melyiket választhat Tünde. Aztán fogok én választani, ajaj. És neked marad, ami marad. Nekem tetszik a viharsarok. Viharsarok. Tünde szeretné magának a viharsarkot. Ez azt jelenti, hogy a zöld terület fővárosa a viharsarok. Jól van. A Sötét Nagyúr viszont úgy dönt, hogy ne legyetek ti egymáshoz olyan nagyon közel, ezért választja azt a csodálatosan szép nagy országot, amelynek egy remek tava is van, és Kalózöböl a fővárosa. Fekete egybe! Kalózöböl. Nagyszerű. Patrik, melyiket választod? Hát szerintem én a fenyvezzugot. Fenyvezzug. Jó, erről most nem beszélek le téged, hiszen ez már csak egy ilyen adottság. Nos, kérem szépen, felosztottuk a birodalmakat. Kezdődjön a háború! Mielőtt háborúzunk, az utolsó segítő szándékú megjegyzésem, ne feledkezzetek meg a falépítés lehetőségéről. Kettőtöknek egy van összesen az egész játék során, illetőleg a pánik gomb, hogyha szükséges, akkor újra indítja a gondolkodási időt. Rendben? Jó, rendben. Első kérdés, kard ki kard. Milyen alakú tábla a veszélyes útkanyarulat balra? Négyszög, háromszög, nyolcszögletű vagy kör?
Szabad beszélgetni, csak az órára figyeljetek. A veszi a háromszög. Háromszög? Háromszög. Háromszög. Három? De Tündi azt mondta, hogy háromszög legyen. Én is azt mondtam. Nem, te nem kört mondtál? Háromszöget. A háromszöget mondtam. Vagy jogsit? Nincsen. Ujjajjaj. Nekem sincs. Ajja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 j
amit jelzünk, a táblák például, ugye, azok mindig háromszög alakúak, méghozzá fölfelé csúcsos háromszög alakúak. Úgyhogy akár vagyok sitok, akár nem, nem fogtok kisodródni ebben a veszélyes útkanyarulatban balra, hanem az első két hódítást ti végezhetitek el. Elsőnek Patrik választhat a keleti kapu, a sötét erdő, a békeföldje, a varázslók sziklája és a titokzatos átjáró közül. Hát, szerintem a titokzatos átjárót választom. Titokzatos, nagyszerű választás. Csodálatos taktikai érzék. Jól van. Tünde? Hát, sok választásom nincsen, de a békét egyébként is szeretjük, legyen a békeföldje. Hát, úgy látom, hogy a békeföldjén komoly csatározások lesznek ezen a napon, mert a setét nagyúr úgy dönt, hogy már is visszafoglalja a béke. Így van. Nem kell, béki szándékkal? Abszolút béki szándékkal. Jó. Csak az állampolgárok ne szokják meg a békeföldjén, hogy te vagy az uralkodó. Eddig is ütötták, hogy a sötét nagyúrnak kell beszolgáltatni a tizedet, ezután is így lesz. Jó. 3200-2400, ez a pontok állása. Jöjjön a második kérdés. Ki énekelte István szerepét az 1983-as István a király előadáson? Vikidál Gyula, Sasvári Sándor, Varga Miklós, vagy Pelsőci László? Szerintem Sasvári Sándor lesz egyébként. Nem is éltél még akkor. A megfejtés. Igen. 83. De... 83-ban, ugye a legendás, ki énekelte István szerepét a királynak. Igen. Vikidál Gyulát jelölted meg. Ha, jól gondolom, hogy nem éltél még akkor, de nagyon. Hát nem. Igen. 92-ben születtem. 92-ben. Mm. Igen. Jó, hát az István a királlyal az a jó, hogy állandóan játsszák, csak ugye az a kérdés, hogy ezt ez a klasszikus... Ez a zavaró benne. A klasszikus 83-as. Biztos vagyok. Igen. A Vikidál Gyula honnan rémlik neked, Tünde? Annak olyan István a király feje van? Igen, olyan királyi feje van. Igen. Vikidál? Üzen neki, Tündi. Igen. És a Sasvári? A Sasvárinak olyan jó feje van. Igen, a Sasvárira olyan... tudom, hogy játszott az István a királyban. Én Szigetvárról származom, és a szigetvári musical, vagy nem tudom, van egy darab Szigetvárról is, és abban is ő az egyik főszereplő, és én onnan sejtem nagy valószínűséggel, hogy Sasvári Sándor lesz. Igen. Az történt ugye, hogy Pelsőci László játszotta a szerepet, de a Varga énekelte. Tehát e tekintetben a kérdésre a Varga Miklós a helyes a válasz. Ki énekelte István szerepét? Hát annak te ne örüljél. Én nagyon nem örülök. Hát ne, ő ne örüljön. Igen. Ajaj, akkor most te foglalsz, ugye? Igen. A Demagorgon. Én foglalok hármat. Hármat? Akkor már haza is mehetünk. Jó. Na, Patrik. Hát most azt tudnám csinálni, Patrik, így a másik kérdésnél, hogy letöröm a, mivel hármat hódíthatok, hogy ledöntöm az egyik tornyodat. Igen. Aztán ledöntöm a másik tornyodat, és aztán ledöntöm a harmadik tornyodat is. És két kérdés után vége a játéknak. Nagyon gonosz ez a sötét nagy. Úgyhogy én most elfoglalom a csipkés fjordot. Ledöntöm az egyik tornyot a viharsarokban. Figyeljetek oda. Basszus. Ugye? Jön ez a füst, nem tudom, hogy virjátok. És ledöntök egy tornyot a titokzatos átjáróban is, csak hogy egyformán nézzenek ki. Figyelem. Ding 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 Jó, na, harmadik kérdés. Az alábbiak közül mire lehet jó egy élő flórás készítmény? Torokgyulladás kezelésére, csecsemőkori hasfájás kezelésére, hajnövesztésre,
vagy se fertőtlenítésre? Nos, hát én a másodikat melyik a második? Választanám, a csecsemőkori hasfájás kezelésére. Csecsemőkor? Tündi? Igen. Az biztos szerintem. Igen? Uh-huh. Igen, mert az élőflórát azt élőflórát hasfájásra szokták. Igen, ez ketyeg az óra, Tündi. Igen, menjön el valami. Hajnövesztés? Igen. Lehet, hogy én se jót mondtam, de szerintem a csecsemőkori hasfájás lesz. És miért a csecsemőkori hasfájásra tippeltél egyébként? Tehát mi a logika? Hát, ugye az... Az emésztés elősegítés. De egyébként a válasz, a te válaszod... Tudtam. Helyes. Én mondtam. Ez az élő flóra emésztés segítő... Én túl komplikáltam. Igen, az a rossz hírem, hogy maradok. Tehát... Marad. Igen. Egyébként így is jól. Igen. Mindez azt jelenti, hogy Patrik hódíthat egyet. Igen. Én pedig kettőt. Hújúj. Keleti kapu, sötét erdő, vagy varázslók sziklái? Hát egy támadást már toljál be. Hova te nagyon? Igen. A sötét erdőt javaslom. Sötét erdőt? Igen, hogy... Már ezt ki kelljen védeni. Ja, értem. Tehát amikor az ember bajban van, de rukkapál, akkor hát, ha fejbe rúgja a támadót. Igen. Jó. Tehát nem a varázslók szikláit foglalod vissza, hogy ott én ott támadgassak arra felé, hanem a sötét erdőt, hogy te is tudjál támadni, meg védjed azt a várat, ugye? Igen, Tündi, nagyon jól látja. Vagy a keleti kaput véded még. Igen. Kapunál véded a saját vállalat. Legyen a sötét erdő. Legyen a sötét. Valahol védeni kell. Igen. Hát az inkább támadás, mert ugye a védekezés, mert ugye továbbra is meg tudom támadni azt a kis fenyveses zugot, mert hát hiszen onnan a keleti kapu felől az én vagyok. Igen. Az én vagyok. A komp összekötetés megvan ott a sötét erdőn kívül, a semleges vizeken. Tehát én onnan viszont tudok egy csapahajót küldeni. Igen, a sötét erdő. Jó. Na, hát azért természetesen azért vannak lehetőségei a sötét nagyúrnak. Jó, hát tényleg most így kimélő üzem, tehát a falat nem akartok használni. Van egy fal lehetőségetek. Használjunk falat? Tündi. De most azt nem tudom, hogy ha a falat... Ha falat leteszed a sötét erdőre, az azt jelenti, hogy a sötét nagyúrnak két támadás szükséges ahhoz, hogy azt a területet visszafoglalja. Mert egy támadással tudja lebontani a falat, a fenyves és egyel meg igaz, ha falat használtok, akkor utána a sötét nagyúr is használ a falat. Én azt mondom, Tündi, hogy szerintem csináljunk egy falat. Mit szólsz hozzá? Hova teszitek a falat? Hova tegyük a falat? Tegyük a viharsarokhoz, szerintem. A várra nem lehet tenni falat. Ja, nem. Akkor... Hát akkor hova tegyük? A sötét erdőre. A sötét erdőre. Tettetek egy halat a sötét erdőre. Igen, azt kell mondjam sötét nagyúrként, hogy igen. Ezt kellett tenni. És most a nagyúr lebontja a falat. A sötét erdőt. Visszafoglalom a sötét erdőt. És ráteszem a magam falát. Mert most már nekem is nagy. Ez volt a cél, igaz? Igen. És csak, hogy tényleg nagyon jó fej legyen a sötét nagyúr, bár magam sem értem, hogy miért, valószínűleg gyomorkeserűre vagy élőflórára lenne szükségem. Egyébként 3200 arányban ti vezettek? Az viszont jó. Tudnám, hogy minek? Na, jöjjön a negyedik kérdés. Mi a nátrium hipoklorid hétköznapi elnevezése? Azbest, pokolkő, tinkal, vagy hipó? Hát ez hipó. Hipó. Hipó? Uh-huh. Ajaj, ez nem becsapós kérdés? Szerintem nem. De a válasz sajnos helyes. Ó, mindkettőt a válasz vagyunk. Helyes. De most vége a valóban hipó. Tehát ez egy becsapósnak látszó, nem becsapós kérdés. Jó. Tünde. Támadhatsz. Tessék, támadj. Hát a csipkés fjordokat. Csipkés fjordokat, jó. Úgy szeretném. Igen. Patrik? Én... Vagy lebontod az erdőn a falat. Igen. Vagy a varázslók sziklái, ugye? Vagy véded a varázslók szikláit. Val a váradat. Vagyis de a vára az arrébb van, a fenyvegyzőkban. Ezt a területet. A tüzet azt semmi. Én a sötét semmi. Erdőnek a falát lebontanám. A sötét erdő falát lebontotta. Mint egy déva vára. Így van. Jönnek, mennek a falak. Jó.
Én pedig, kérlek szépen, most, hogy lebontottad a falamat, viszont ott maradtam, elfoglalom a fenyvezzug második tornyát. Azaz foglalnám, ha bele akarnék költözni, de mivel dohos, ócska és tele van denevérekkel is, lebombázom. Van ez így? De egy tornya még áll. Jó. Jöjjön az ötödik kérdés. Kik éltek Dél-Mezopotámiában? A kazárok, a sumérek, az illírek vagy a hurriták? Sumérok. Kész? Sumérek. Sumérek. Patrik, Én is őket választom. Miért választod a sumérokat? Hát én azért választom a sumérokat, mert ők Dél-Mezopotámiában éltek. Tündi tudta. Én is tudtam. Ja, értem. Csak a Tündi gyorsabban tudta. Hát tud, én megvártam, hogy ő mit mond, mert teszteltem őt. Ja, értem. Tündi, ketten hogy vagyunk ellened. Patrik is ellened. Nem, amúgy, most szólok, tudom, hogy a ti szövetségetek az valójában arról szól, hogy Patrik tesztelték. Na, hát... Jó lesz. Igen, ha baj van, akkor keresd a nőt. Ugye? A válasz helyes. Sumérek éltek Dél-Mezopotámiában. Nehéz. A válasz tehát helyes. Na, Patrik. Hát alig vártam ezt a pillanatot. Nyomulj, hogy, ha bírsz. Hogy a keleti kaput elfoglaljam. Azt neked muszáj. Így van. Ugye? Igen, azt el kellett, hogy foglaljad. Igen. Tünde? Újra békét szeretnék. Újra békét szeretnék. Adj békét, uram. Igen. Kicsit béké, hagyj békét. És a sötét nagyúr úgy érzi, hogy elfoglalja újra a keleti kaput. Ajaj, mondta Patrik, és ez tökéletes helyzet megállapítás volt. Ugye? Igen. Jól van. Jöjjön a hatodik kérdés. Az alábbiak közül melyik tudományág foglalkozik a kínai nyelvvel és műveltséggel? Tipológia, sinológia, ornitológia vagy meteorológia? Na, hát ezt sinológiára tippel. Sin, az vasúti dolog. Én szerintem az lesz. Tipológia, ornitológia, meteorológia vagy sinológia? Tündi, mindjárt lejár az idő. Sinológia. Igen? Te miért nem tudod a sinológiát? Nem tudom. Az olyan kínaiasnak hangzik, nem? Sinológia az valóban a kínai nyelv. Foglalkozik. Igen, csontvászkáim, fogjátok a fejeteket. Ki lehetett volna őket végezni? Igen, tudom. De akkor mit csinálunk egész este? Sorozatot nézünk? Na, igen. Ne dumáljatok bele mindenbe. Nagyon nehéz velük egyébként. Játék közben természetesen felvetődik az a kérdés is, hogy ti le tudnátok-e győzni a sötét nagyurat. Nos, számotokra is van egy kérdésünk ez alkalomból. Megkérem Tündit, hogy húzzon egy kérdéskártyát. Megkérem Patrikot, hogy ezúttal te húzzál egy ilyen számkártyát. Igen, a kérdéskártya ez, a számkártyán pedig a hármas van át, az nem olyan nagyon nehéz kérdés. Így szól tehát a kérdésünk. Melyik szent pisil bele a dinnyébe a néphagyomány szerint? Lőrinc, Lajos, Lukács, avagy Lehel. Pár órátok van, hogy helyesen válaszoljatok, és a jó válasz mellett megtaláljátok azt a kódot, amivel 5000 aranytallért lehet nyerni a honfoglaló játékban, de legkésőbb csak éjfélig. Egyébként a videó alatti szövegrészben minden fontos információt megtaláltok. Jó játékot kívánok mindenkinek. Tünde, te jössz. Manók földje, vagy a varázsolók sziklái? Manók. Manók földje. Tünde oda jött a váram alá, azaz, és kellemetlenkedni próbál. Patrik? Én a keleti kaput foglalnám. Visszafoglalta vissza. A keleti kaput? Mert veszélyben vagyok. Veszélyben vagy valóban, Patrik, veszélyben vagy. Jó. A sötét nagyúr szemedbe nézti a szemét. És megkérdezi önmagától, védekezzek, vagy támadjak? Add meg magad. Táboros csak nyugodtan a váram alatt. Néha majd kidobunk egy fél marhát. Viszont Patrik keleti kapuját én nagyon kedvelem. Sinológiai alapon, arccal, Kína felé. Úgyhogy én visszafoglalom a keleti kaput. Szörnyű. Nagyon és mindjárt kaput. De, bocsánatot kérek. Jöjjön azt veszeded magad a következő kérdésben. Ugye? Igen. Muszáj lesz. Ki jutott döntőbe az X-faktorban a legutóbbi kérdés? Nem, ilyen kérdés nem adott. Jöjjön a hetedik kérdés.
Ki hunyt el utolsóként az arany csapatból? Yes. Lóránt Gyula, Budai Kettő László, Buzánszki Jenő, vagy Lantos Mihály? Na, Tündi. Mi a téma? Ki? Buzánszki Jenő. Igen? Biztos? Ne hallgass rám, nekem ez tipp. De nekem is ő lesz akkor, semmit nem értek a focihoz, sajnos. De legalább tudtad, hogy ez futball? Igen, hát azt tudom. És a négy név miben közös? Hát mind focista szerintem. Igen? Úgy látom, hogy... arra gyanakszom, hogy mind a négy focista lesz. Esetleg mondjuk Mihály lehet, hogy zenész, Lantos. De hagyjuk ezt, jó? Hagyjuk ezt. Ez fáj nekem nagyon. Természetesen mind a négyen a legendás aranycsapat tagjai voltak. De a válasz helyes. Azt valóban nem a Buzánszki Jenő volt, aki utolsóképp, ahogy szoktuk mondani, az égi futballpályákra távozott a legendás arany csapatból. És hát köszönhetően az arany csapatnak és Tündének. Oda egy szarvad. Ti? Hát Istenem, tördeljed. Hoppa. Na jó. De először Patrik támad. Én a keleti kaput fogom. Keleti kapu. Jó. Tünde. Hát én támadásba lendülök. Uh-huh. És elfogod a varázsló sziklait? Nem, a kalózöbből. Lelövöd egy szarra. Igen. Jó, Tünde, értek a szóból. Fájdalmas volt? Nem, csak büdös. Ez a fekete füst, ez rendben. Igen. Jó, hát akkor viszont a Manok földjét el kell vegyem tőled, hiszen gondoskodó vendéglátásommal visszaéltél, Tünde. Úgy érzem, úgyhogy vissza kell kergesselek téged a béke földjére. Jó van. Jöjjön a nyolcadik kérdés. Hű. Igen. Melyik hulló csapadék forma az alábbiak közül? Jégdara, zuzmara, harmat, avagy dér? Uh-huh. Hát a ez... jégdara hullik. Igen, igazad van. Én is azt jelölném. Patrik, játsszunk majd egyszer olyat, hogy először te válaszolsz, jó? Én nagyon gondolkoztam egyébként. Mén? Egyébként, hát én is a jégdara és a dér között. A dérdara, vagy mi? A jégdara és a dér. A jégdara és a dér között gondolkoztam? Mert zuzmara, azt tudom, hogy az ott alakul ki éppen a növényen. Igen. A harmat az meg megint más, de szerintem amúgy jó lesz a megoldásunk. Én azt gondolom. Ez csodálatos a csapatmunka. Tehát a Tündi megválaszolja, a Patrik pedig hosszan jóvá hagyja. Hát ez így kell. Megmagyarázom, hogy miért volt jó. Hát igen, a helyzet az egyébként, hogy a válasz valóban helyes. Na. Így van. Tehát a többi az kicsapódik valamilyen formában, hanem hulló csapadék forma. Így van. Jó. Na, hát akkor jöhettek újra. Tünde, Manók földje vagy varázslók sziklái? Hát Manó. Manó, igen, Manó földjét. Patrik? Ez sötét erdőt foglal. Sötét erdőt elfoglal. Ott jöttök, türemkedtek, ugye? Jó, én visszafoglalom a Manók földjét, úgy döntöttem. Igen. És már csak két kérdés van hátra. A sötét nagyon-nagyon kis területre van most éppen beszorítva, és ez kicsit kellemetlen. A pont állás az 4600-1200. Lehet, hogy igazán sötétnek kellett volna lenni, és már a második kérdésnél kivégezni az ellenfelet? Mindig így jár a sötét nagyúr, ha jó szívű. Egyszerűen borzasztó. Nem szeretem magam, se annyira sötét vagyok. Jön a kilencedik kérdés. Milyen nemzetiségű volt Jacques Offenbach zeneszerző? Angol, német, francia, vagy lengyel? Francia. Hát várjál. Hát arról beszéltünk, hogy először nem a Patrik válaszol. Én az első név az francia, a második az németes. Uh-huh. Hát akkor én is a franciát választottam. Miért? Mert Tündi azt választotta? Igen, egyébként, hogy ha megyünk, akkor együtt menjünk. Mert ilyen a jó szövetség. Szövetségesek vagyunk. Uh-huh. Együtt bukjunk. Uh-huh. A válasz helyes? Tényleg? Habár német földön született, és eredendően német származású, de Párizsban halt meg, és francia zeneszerzőként tartja nyilván a világ. Jacques
Offenbachot. Innen ezt a német, tudtam. Innen, tehát azért van némi gyökere, de ha bárhol utána nézünk Jacques Offenbachnak, igen, akkor ő francia zeneszerző. A munkássága, az élete és a halála is Franciaországhoz köti. Na, hát gyertek, Jacques. gyertek. Igen? Nos, akkor gondolom most én támadok. Igen. És szeretném viszonozni neked a jóságomat, és ezért hátra vonulsz. És ezért most szeretném letörni a kalózöből másik szarvát. Értem. A Demagorgont kivégzem. Kicsoda? A Demagorgont. Demagorgon? Igen, és most mindjárt bezárjuk a falat is. Igen. Tündivel, közös erővel. Igen, Tündi elfoglalja a Manókföldet. Tündi elfoglalja a Manókföldet. Manókföldet. Jó, így van. És most ott vagy. Igen, én pedig visszafoglalom a sötét erdőt. Jöjjön a mindent eldöntő utolsó kérdés. Akkor most nekem kell nagyon kitalálni. Hát, pontban jók vagytok, én akkor tudok nyerni, hogyha le tudom dönteni azt az utolsó tornyot, amit megkíméltem. Az alábbiak közül melyik égitest van legközelebb a naphoz? Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz vagy a Plutó? Na hát ezt tudtam. Akkor most mondjad. Jó sok éve, amikor jó. Még iskolába jártam. Teszteljük, hogy te tudod-e. Én egy gyorsan pánikot mondjad. Kérnék. Pánik, újraindul a gondolkodás, igen, idő. És én az Uránuszt választanám esetleg. Mit szólsz, Tündi? Én a Neptunuszt. Uránusz és Neptunusz. Válasz, mert most már letelik az, okay, idő, és nincs pánik. Uránusz. Igen? Az anyámot. Így jártok, ha Patrik válaszol először. Hú, ez nagyon izgalmas. A helyes válasz... Szaturnusz. Nem a Plutó. Nem az Uránusz. Nem a Szaturnusz. És nem is a Neptunusz. Hanem a Szaturnusz. Én mondtam, Tündi, látod? Hát utána én is itt mondtam, de nem jókor mondtuk. Na, Patrik, mi következik most? Hát visszafoglalás. Visszafoglalom először is a Manók földjét. Ja. Hát most sírok. Ezt követően elfoglalom az éles sziklákat. És mivel pont különbséggel már nem tudok nyerni, ezért könnyes szemmel, de mégis mosolyal az arcomon, ami egy egészen különleges mimikai készlet, kilövök egy csodálatos bombát a fenyvesszúg középső megmaradt tornyára. És ha feloszlik a füst, akkor mi látszik, kedves híveim, hogy nem látszik semmi? Hát ez igen gonosz tett volt. Nem, Patrik? Valójában csak beteljesedett az, aminek egy igazi sötét nagy úrra által már a második körben be kellett volna teljesedni. Aludjatok. Jó. Köszönöm szépen a játékot. Remélem, hogy élveztétek. Tündi nagyszerűen játszottál. Köszönöm szépen. Tehát szerintem a játékban benne van az, hogy mit tudunk, mit nem. Kicsit csipkelődünk, de az a lényeg, hogy sokat nevetünk, és persze mindig tanulunk valamit. Így van. Így van. Én és ez már nem a sötétség mondatja belőle, hanem az, hogy egy jót játszottunk, mert ugye játék előtt és után van barátság közben. Nincs, de most már a játékban barátok vagyunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek játszani. Remélem, hogy élvezetes volt, és azban is bízom, hogy mindenki, aki velünk tartott, élvezte ezt a játékot. A játékokat vissza lehet nézni a Honfoglaló Arénában, csak úgy, mint a Honfoglaló Híradót, de kövessetek bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Sziasztok! A szövetségeseknek üzenjük! Az élő flórákról sokat megtudhattok a Biogája Magyarország Facebook oldalán. Ott találkozunk! Biogája!